Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora. Várja Önt a stúdióban. Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok. Mi az üzenete Vladimir Putyin észak-koreai látogatásának? Honnan kell ezt nézni? Hát attól függ, hogy honnan nézzük tényleg. Ha az Egyesült Államokból nézzük, van egy nagyon rossz üzenete, hogy Észak-Korea abból a dobozból, amiben Oroszországgal, sőt Kínával együtt zárták, kijött. Hiszen azok a ENSZ határozatok, amiket észak ellen hoztak a nukleáris program, a rakétaprogram kapcsán, ezek biztos, hogy nem bővíthetők az oroszokkal szemben, és nagyon úgy tűnik, hogy technológiailag is hozzájuthat olyan eszközökhöz, olyan, olyan technológiákhoz Észak-Korea, amelyek nagyobb fenyegetést jelenthetnek Amerika szövetségeseire a térségben, tehát Dél-Koreára, Japánra de talán még az Egyesült Államokra is. Tehát mindenképpen egy nagyon rossz üzenet, illetve abból a szempontból is, hogy északkora eddig is jelentős mértékben támogatta az orosz háborús erőfeszítéseket. Dél-koreai hírszerzés szerint e, nagyjából 4,8 millió darab e, 152 mm-es lövedéket adhattak át és valószínűleg rakétákat is, szóval biztos legalább tizet találtak az ukránok. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy, hogy, egy olyan együttműködésnek egy újabb része ez, sőt, egy továbbfejlesztés, ami eddig is sok gondot és kárt okozott az usa is közvetlenül, meg az Egyesült Államok szövetségeseinek a térségben. Azt kell ilyenkor nézni, hogy észak oda tudott vinni egy NSZBT tag ország főnökét? Mindenképpen erről van szó, egy sokszorosan szankcionált pária ország, tehát észak tényleg abszolút pária ország odahozta az orosz elnököt 24 év után, és ráadásul egy olyan szerződést kötöttek, meg ugye a szöveget nem láttuk, de az a hírek szerint benne van, hogy kölcsönösen megvédik egymást külső támadás esetén, tehát egy katonai szövetség jött létre. És persze van egy másik olvasat is, hogy Kína ezt hogy látja, hiszen Történelmileg, ha nézzük korát, évszázadokon át kínai vazallus volt, és azért 1953 után is a kínai népköztársaságnak a árnyékában éltek az észak-koreaiak, és az elmúlt évtizedekben is a kínai gazdaság volt az, ami a felszín felett tartotta ezt az országot, ezt a rendkívül szegény országot, és Kína számára is érdekes, hogy megjelenik Vladimir Putyinot, meg, meg erősödik a kóre, észak koreai orosz kapcsolat. Nem lehet persze azt tudni, hogy, hogy ez kínai jóváhagyással történt-e, az oroszok ezt megkérdezték el, és a koreaiak megkérdezték -e, elmondták előre Kínának, hogy mi lesz Kína, ezt hogy látja. Ugye Kína egy zárt fekete doboztát csak találgathatunk, hogy a kínai vezetés ezt hogy látja de mindenképpen az eddigi első számú szövetségese is a Kína volt, most megjelent mellette Oroszország is. De Kim jong politikai, diplomáciai éleslátása vezetett el ideáig, vagy régóta próbálkozott, de Oroszország mostani helyzetében jött ez össze. Szóval ez mennyire folyamat, meg mennyire ötletszerű Vladimir Putyin meghívása? Szerintem itt Putyin a kérelmező. Hát ez itt orosz szempontból egy picit a tragikus, hogy az, a, az az Oroszország, amely a világ nagyhatalmaival tárgyalt 2014-ig biztosan, de akár 2022-ig is. Tehát ugye még 2021-ben volt egy Biden-Putin Svájcban, az most uh, egy, uh, egy tényleg nagyon elszigetelt uh, uh, latorállammal kénytelen leülni és kénytelen tőle kérni. Amellett persze, hogy sok mindent ad, olajat, élelmiszert, technológiát, de ettől függetlenül az ötlet az valószínűleg nem fenyanból jött, hogy kéne nekünk több millió 152 mm-es meg egyéb lőszer, hanem Oroszországból. Mert nem, nincs elég. Tehát Oroszország ugyan többet gyárt, mint a Nyugat, de ahhoz képest, hogy mekkora a felhasználása, nem eleget. Tehát itt érdekes módon a 150 milliós nukleáris szuperhatalom Oroszország az, ami kér egy 26 milliós elszigetelt kisországtól Magyarországnál alig nagyobb. Kis kelet-ázsiai országtól. Mennyire szabad vagy kell azt komolyan venni, hogy külső támadás esetén kölcsönösen megvédenék egymást? Honnan, mi? honnan jöhet Észak-Koreának egy külső támadás? Ugye ez már az is kérdés, hogy mit, mit nevezünk külső támadásnak. Tehát itt az ilyen szerződéseknél mindig az adott politikai pillanatban az akarat dönt. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy az első világháború előtti szövetségekből, mondjuk Olaszország hogy állt hozzá az osztrák-magyar monarhiához és Németországhoz, mondjuk 1915-ben, akkor láthatjuk, hogy a szövetség önmagában, és ez számos alkalommal megtörtént a történelemben, egy papír, egy szerződés, sok minden sokféleképpen értelmezhető, az adott pillanatban fogják ezt eldönteni a felek, vagy fogja ezt eldönteni Oroszország. Én igazából a szimbolikus részére hívnám fel a figyelmet, tehát hogy konkrétan ez a konkrétan nem látom azt, hogy délkorát megtámadná, mondjuk, vagy észak megtámadná Dél-Korea, vagy Japán. Tehát kevés az esély arra, hogy egy komoly agresszió induljon fenyen ellen. Tehát nem ilyen értelemben kell lesz. Azt meg nehéz elképzelni, hogy Oroszország és a NATO háborúba kerül, akkor észak-koreai hadosztályok jelenjenek meg Ukrajnában. Tehát én nem a, nem a gyakorlati együttműködés részét nézném ennek, kivéve a fegyver Szállításokat, vagy a lőszer szállítást észak-koreai oldalról, a technológia szállítást orosz oldalról, hanem ezt, ezt a szimbolikus gesztust, hogy na itt született egy szövetség, amit lehet katonai szövetségnek nevezni. A katonai szövetségben mennyire lesz fontos a technológia, arról, arról lesz szó, hogy észak-korea orosz technológiával fog gyártani fegyvert? Ezt nem tudjuk megmondani, mert. mert nyilván ezt még kevésbé kötik az orrunkra, mint a, mint a, szerződésnek a pontos szövegezését, de vannak arra utoló jelek, hogy már kapott orosz technológiát, műhold technológiát Észak-Korea, és számos terület van, tehát észak korea minden bele van maradva Oroszországtól, tehát észak korea nem Kína, nem egy. Vannak bizonyos területek, ahol fejlett a hadi technikája, de egyébként inkább a mennyiség a jellemző, tehát nem a minőség észak korea esetében. Tehát szinte olyan területet nem tudok mondani, ahol ne lejentene előrelépést az orosz technológia. Akár a harckocsik, akár a harci repülőgépek, akár a műholdak, akár a radarrendszerek, akár a légvédelem. Gyakorlatilag nagyon széles a terület, ahol, ahol tud észak adni technológiát Oroszország, ami károsan érinti Dél-Koreát, illetve Japánt is közvetlenül, és közvetetten az Egyesült Államokat. Azt mondta, hogy Kína egy fekete doboz, és ezzel minden elemző, aki legalábbis itt megfordult, az egyetért. Azt honnan lehet kiszámolni, hogy ennek az orosz iszakorai kapcsolat felvételnek Kínában milyen hatása lesz? A kínai-orosz viszonyt a történelemből lehet ismerni, az nem volt mindig felhőtlen. Az nem volt mindig felhőtlen, és szerintem most se fel felhőtlen. Tehát eh, ahhoz nagyon nagy dolgoknak kellett történnie, ugye főleg az orosz nyugati szakítás, hogy Kína és Oroszország ennyire közel kerüljön egymáshoz. Most Kína egyértelműen támogatja Oroszországot ebbe a háborúba, ez nem kérdés, ha esetleg Kínának nem tetszik ez a kapcsolatrendszer, vagy a vietnámi látogatás, vagy a Oroszországnak bármilyen más lépése, azt látni fogjuk. lesz egy, lesznek finom diplomáciai üzenetek, amik láthatóak lesznek a nemzetközi közösség számára is. De most, hogyha megnézzük a svájci béketárgyalásokat, Kína nem ment el. Ha megnézzük a, a Xi Jinpingnek a nyilatkozatait, az mindig nagyon erős kapcsolatrendszerről beszél. Tehát nem látom azt, hogy most ez Kínával szembe menne, de mindenképpen érdekes, hogy Két olyan országot látogat meg Vladimir Putyin, amelyek nagyon is Kína fókuszában vannak, és egyik se könnyű egyébként Kína szemére. attól függetlenül, hogy észak a rászorul Kínára, ez nem volt egy egyszerű kapcsolatrendszer az elmúlt évtizedekben, és nem lehet ö, azt mondani, hogy a fenyán Peking parancsait végrehajtaná. Vietnám. Miért fontos Vladimir Putyinnak? Vietnámra szerintem az én generációm még onnan emlékszik, hogy Amerikával vívott háborút és a szocialista országok barátja volt. Tehát Amerikával is vívott háborút, meg Kínával is vívott háborút. Miután az Amerikával vívott háború véget ért, vívott egy háborút a 70-es évek végén Kínával is, illetve máig van egy nagyon feszült viszony a Kínával a dél-kínai tengeren. Tehát Vietnám és egyébként az Egyesült Államok próbáltott kapcsolatrendszert építeni az elmúlt években, arra gondolva, hogy van itt egy 100 milliós katonailag erős ország, hagyományos értelemben tehát a hagyományos eszközök területén azért Vietnám egy rendkívül erős hadsereggel rendelkezik, ha nem is atomhatalom. Tehát az USA próbált ott kapcsolatot építeni. Ugye Biden elnök járt is Vietnámba. Ennek is lehet bizonyos értelemben egy ellensúlya a Putyin látogatás. De Vietnám is, tehát mindenki játszik a saktáblán Vietnám, lehet, hogy Kínát is próbálja ellensúlyozni, lehet, hogy az amerikaiaknak is küld egy üzenetet ezzel, hogy ha ti nem, akkor akkor Oroszország, vagy ha ti nem adjátok, azt adjátok, amit kérünk, akkor Oroszország. Nagyon nehéz ezt megmondani. Az biztos, hogy Vietnám egy nagyon jelentős tényező önmaga jogán, akárcsak észak korea tehát nem, nem, nem valakinek a bábúja, tehát nem egy kívülről nyitott ország, és fontos ez a látogatás. Én az én sejtésem, ugye itt mások nem lehetnek, mint sejtések, mint érzések, hogy ez nem mehet Kínával szemben. Még az is lehet, hogy Vladimir Putyin lesz a közvetítő Peking és Hanoi között, ugyanis Vietnám is, mert ugye mit lát Vietnám? Egy erős nyugatot lát? Azt látja, hogy ez a nyugat, ez győz Ukrajnában, vagy, vagy mondjuk a közel-keleten? Nem, nem azt látja, Uh, azt se látja, hogy Oroszország győz, mert nem győz, de azt látja, hogy Oroszországot sem tudták háttérbe szorítani, és Kína pedig egy nagyságrendel erősebb és nagyobb. Én pedig Kína szomszédja vagyok, akkor lehet, hogy közelednem kéne ehhez a kínai orosz észak koreai iráni tengely. Ez lehet, ez egy magyarázat. Lehetnek más magyarázatok is, de az én érzésem az, hogy a vietnámiak lehet, hogy elkezdenek közeledni e felé, a tömb felé, mert azt látják, hogy nem lehet megállítani Kínát. Lehet egy ilyen. Majd olvassa ennek a kérdésnek. Mikor lehet egy tömbhöz való közeledést befejezetnek tekinteni? Ha belép valamilyen gazdasági vagy katonai szervezetbe egy közeledő ország, vagy ha a diplomácia hangneme változik? Mondjuk, hogyha. Most mondok egy példát: hogyha egy orosz haditengerészeti támaszpont nyílna, Vietnámban, akkor az mondjuk egy Ezt elég, nyilván, én. ez egy elég nyilvánvaló dolog lenne. Nem volt ilyenről szó, nem, nem tudok róla, hogy ilyenről szó lenne, de mondjuk ez egy példa. Tehát, hogyha a területen megjelenik az adott tömbhöz tartozó országnak a hadserege, akkor Befejezett egyébként nincs, tehát befejezett nincs a történelemben, a történelem az folyik előre, de most lehet, hogy Vietnám elkezdett helyezkedni Oroszországon keresztül Kína irányába, és nyilván Vietnámnak már a belső közölemény szempontjából ugye Oroszországgal nincs problémája Hanoinak, sőt, hálásak azért a segítségre, amit a vietnámi háború alatt kaptak. Tehát ott van egy történelmi pozitív élmény, és miért ne lehet az, hogy akkor Oroszország legyen a közvetítő ahhoz a, 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 a Pekinghez, akitől viszont rettegnek ugye történelmileg is Vietnám, Korához hasonlóan azért, azért sok, soká, sokszor a, a mennyei birodalomnak bizony a vazallusa volt, vagy legalábbis a, a érdekszférájában volt, lehet, hogy keresnek egy megoldást, és nem az Egyesült Államok mellé fognak állni, mert az Egyesült Államok messze van, Kína meg közel. De elég ilyenkor egy közvetítő? Nem kell még egy protektor is, aki azt mondja, hogy ha kell, akkor én katonailag is segítek? Nem ez volt eddig a modell? Hát a modell ez volt, de új időket élünk. Tehát az Egyesült Államok addig, amíg tartotta az unipoláris pillanat, vagy évtizedek, mert az évtizedekig tartott, addig bárkinek mondhatta azt, hogy megnyugodhattok, itt van az amerikai flotta, ha kell, jövünk. De ez már nincs. Ha megnézzük Szaudarábiát, hogy hogy mozog. Szaudarábia szóval úgy mozog, ahogy az Egyesült Államok kívánja, nem egy önálló, egy elég önálló külpolitikát és ugyanezt Törökországra is igaz. Nem mozdulhattak volna a 70-es, 80-es években az USA nélkül, 90-es évek, be se nagyon, ugye Irak kapcsán kezdődött el a török különutas politika, meg a, ugye nyilván az kellett Törökország nagy mértékű erősödése is, de az is kellett hozzá, hogy az USA gyengüljön. Tehát egy ilyen pillanatban nincsenek már garanciák, nincsenek százszerékos garanciák, mert ha valaki azt mondja, hogy az amerikaiakat teszek minden tétet, és az amerikai Egyesült Államok mondjuk van egy nagy belpolitikai váltás, ami esetleg az új elnök azt mondja, hogy ez mégse olyan fontos. És ez megtörtént már nem egy esetben, hogy valaki a téteket mind Amerikára rakta, és az adott pillanatban volt egy belpolitikai váltás, és ez már nem volt olyan fontos. Na most ez mondjuk egy kurd felkelőnek, ez nagyon szerencsétlen, de egy vietnám méretű országnak ez akár katasztrófa is lehet. Tehát öm, szerintem szerintem itt mindenképpen arról van szó, hogy gyengül az amerikai befolyás ebben a térségben. És nem mondom, ez egy érzés, tehát nem tudjuk, vagy legalábbis Vietnám játszik egy, egy hinta politikát, játszik egy ide-egy ide, egy oda játékot. Hogyan változott Vladimir Putyin helyzete a választás után? Itt voltak katonai, meg politikai személycserék is. Hát ami nagyon érdekes az, a, ami, ami, a Védelmi Minisztériumban történt. Szergei Sojgu. Solygunak a... Hát én mindenképpen bukásnak hívnám, mert hogyha valakinek van egy óriási apparátusa, ami 100 milliárd dolláros nagyságrendű költségvetés felett rendelkezik, utána pedig, utána pedig egy fontos, de pénz fölött nem allokáló szervezet, hogy itt a biztonsági tanácsról van szó, és Nikolaj Patrusev fejébe ült, és Patrusev egy nagyon komoly tényező volt, tehát az ő helyébe beülni az nem egy katasztrófa, de hát azért, azért föl, tehát egy hatalmas gépezet ment ki alól, egy hatalmas pénz ment ki alól, és most ugye a, hát a, rangot és a címet tarthatott, de már nem annyira fényes az udvara a solygunak. és hát az pedig, ami a protezsátjaival történik, Hát azért a Timor Ivanovot látni ott a ketrecben, az mindenképpen nagyon más, mint Timor Ivanovot mondjuk látni a partikon, amikor Peskovtól kezd az orosz elit legfelsőbb köreivel járja Szibériát, meg egyébként járta korábban Olaszországot, Franciaországot. Tehát itt egy nagyon komoly, illetve sok tábornok is rákerült a, a, a listára. Tehát, tehát én azt látom, hogy mind, tehát ugye Sojgunál egyértelmű, de Gerasomov is gyengül. Tehát bizonyos értelemben mondják viccesen, hogy ez a halott Prigozsin bosszúja, de tényleg azt lehet látni, hogy azokat, akiket megnevezett Prigozsin, azoknak egy jelentős része most nincs ott. És ennek azért oka van. Tehát szerintem az oka az, hogy tényleg rendkívül korút volt az Orosz Védelmi Minisztérium, erre rengeteg adat van, Rengeteg adat van, ami orosz forrásokból származik, tehát nem amerikai forrásokból, és erre reagált Putyin, hogy azért háborúba vagyunk, most már nem lehet az, hogy a költségvetésnek egy jelentős része az ne a haderőnél találja magát, hanem mondjuk egy gyönyörű villában valahol a bajkáltó mellett. De két éve háborúban vannak, Vladimir Putyin nyilvánvalóan tudta, hogyha van korrupció, akkor hol van? Miért két év után reagál? Hát azért, mert nem akart kényszer alatt lépni. A választás éve. miatt? Nem, hát ugye előtte Prigozsin, tehát Prigozsin sokat segített Solygunak, meg csapatának azzal, hogy folyamatosan követelte az elmozdításukat. Tehát ha valamit nem tehet meg egy vezető, hogy egy nem kormányzati tényezőnek, akinek van egy magánhadserege, a követelésére elmozdítsa a védelmi minisztert. Tehát ez nagyon rosszul nézett volna. Ki most már Prigozsin nincs, el lehet mozdítani solygót, ráadásul úgy, hogy ahogy mondtam, rangot és a címet tarthatja, az udvart igazából nem. A többiek meg nem annyira súlyos szereplők, nem annyira fajsúlyos szereplők, komoly szereplők, de nem annyira fajsúlyos szereplők. Tehát a barátot, a, a, a magas köröknek a tagját megtartotta, tehát nem megalázva adott neki egy utat, de a többieket nagyon keményen bünteti de hogy mondom, miért nem korábban? Pont azért, na, hogy úgy, úgy tűnjön bárkinek is, hogy a Oroszország elnöke kényszer alatt cselekszik. Nem. A Oroszország elnöke nem cselekszik kényszer alatt, akkor cselekszik, amikor akar. És szerintem ez az üzenet, hogy igen, megértettük, amit Prigozsi mondott, meg amit egyébként sokan mondanak az orosz szakértői körökben, megléptem, akkor, amikor én akarom. Lesz ennek valamilyen hatása? Több megy a hadseregnek, kevesebb villa épül? meg kevesebb jakt épül, amivel nem nagyon lehet sehova utazni, mert hát, ha kimegy a saját tengerről, akkor azt lefoglalják. Nehéz ezt megmondani. Ugye az a híre, hogy nem korrupt. De egy ember nem csinál nyarat. Tehát, hogyha van egy, van egy mélyen korrupt rendszer, akkor egy tisztességes miniszter nem fogja tudni ezt könnyedén megváltoztatni. Mindenképpen nehezebb lesz, meg ugye önkorlátozás is érvényesülni fog. Tehát azért, amikor hullanak a fejek, akkor mindenki próbálja behúzni a fejét, és akkor nem feltétlenül épít még két villát, meg lehet szép jaktot venni a Fekete-tengerre is, bár mondjuk az oroszoknak most nem egy túl biztonságos terület a Fekete-tenger, vagy akkor a távol kelet, mondjuk kamcsatkai vizek, azok elég hidegek. Tehát nem annyira kényelmes, egyébként az orosz szerint ilyen értelemben kényelemben rengeteget veszített ezzel a háborúval, hiszen nekik tényleg ott voltak a jachtok a Koddezűrön, a Norvég fjordokban, a Bahamákon. Na most ezt elveszítették, és helyette azért jóval kiesebb, kiesebb a fekete tenger, bár gyönyörű részei vannak. Mindenképpen lesz ilyen értelemben az orosz szemszögből, meg az orosz haderő szemszögéből szerintem egy pozitív hatása, hiszen itt tényleg egy nem működő működőképes, egy nem, jól működő rendszer próbál megreformálni Vladimir Putyin. Hol tart most az orosz-ukrán háború? Egyetlen azt mi mutatja meg, hogy hány métert megy előre valaki? Hány embert veszítenek? Hány lőszert lőnek? Egy csomó ilyen markert szoktak a szakértők mondani, hogy ebből kell megítélni. Ön szerint miből? Egy konkrét marker van, az az előretörés vagy visszavonulás. Ugyanis az összes többi az értelmezés kérdése. Mekkora a vesztesség, hogyha láthatjuk, hogy két teljesen ellentétes adatsor jön ki Kijevből és Moszkvából. Ha megnézzük, amit nyílt forrásokból elérhetünk egyébként, ugye vannak ilyen listák az ukrán halottakról is, hogy ami Facebookon itt-ott megjelent, vagy sajtóban megjelent temetés, azt összeszámolják ugye névvel együtt. Ez ugyan Oroszországban is a Meduza portálon megvan. Mind a kettőnél olyan 50-60 ezer név, ha jól, amikor legutoljára néztem, ami, ami, ami biztos, tehát láthatóan elhunyt az illető. Ugye ezen kívül még van, vannak az eltűntek, akiknek a nagy része halott. Nem mindenki, mert lehet, hogy lehet, hogy eltávozott a hadseregből, és már egy harmadik országban van. Tehát nyilván, nyilván a szökevények is bekerülhetnek egy ilyen listába, ha ezt ügyesen csinálja. Nagyon nehéz ezt megmondani, de annak alapján, hogy kitör előre az utóbbi jó pár hónapban, illetve ki a stratégiai kezdeményezés a fronton, inkább az oroszoké. Tehát ilyen, ilyen értelemben mindenképpen egy orosz szöreint látunk, Többi, hogy tüzérségben mennyivel nagyobb az orosz lőszer felhasználás, szerintem nagyobb, majdnem biztos vagyok benne, hogy nem tízszeres, amit ukrán oldalról időnként mondanak, de jóval nagyobb. A, ami nagyon fontos ugye a, a bombák felhasználását, ugye itt uh, ukránok is vetnek be uh, hasonló eszközöket, de itt sokszoros, tehát itt gyakorlatilag százszoros az orosz fölény, ez nagyon vitatott kérdés, és egyébként nagyon átpolitizált, mert ha azt mondom, hogy az a nyugati narratíva, hogy az orosz veszteségek 5-6 szorosak átlagosan, az nem valószínű, akkor nyilván támadni fognak, de mégis úgy érzem, hogy ez nem, nem, nem hiteles annak alapján, amit a fronton látok, hiszen sokszorosa az orosz tüzérségi felhasználás, mondtam, siklóbombák, 80 a 70-80 százaléka halottaknak és sülteknek a tüzérség és a légibombák miatt van, ugye ukrán oldalon a légibombák miatt is, orosz oldalon a tüzérség miatt van. Tehát ha ennyivel nagyobb az orosz tüzérségi felhasználás, ennyivel több kiló robbanószer esik az ukránokra, akkor még támadás során is nehéz elképzelni, hogy az orosz veszteségek folyamatosan ennyivel nagyobbak legyenek. Mindig azt szoktam mondani erre, hogy a 152 mm-es tüzérségen általában nincs kamera, a siklóbombán nincs kamera, épületeket szoktak siklóbombával szétülni, nem tudjuk, hogy három darab kóborkutya volt abban az épületben, vagy egy ukrán szakasz. Ezt nem tudjuk megmondani. Tehát én arra hajlok, hogy itt orosz fölény van mindenhol, valószínűleg már számszerű fölény van a fronton, ha igaz, amit Putyin mondott a 700 ezer főről Ukrajnában, akkor mindenképpen számszerű orosz fölény van a fronton. Az orosz légierő, hogy mondtam, feltalálta magát, működik, nagyon súlyos orosz veszteségek vannak ugye az, a, a fekete-tengeri flotta tekintetében, nagyon súlyos orosz veszteségek vannak a légierő tekintetében, csak a flotta önmagában nem meghatározó a háború menete szempontjából, az orosz légierő meg nagyon nagy. Tehát ezek a vesztes, egy-egy területen van az, hogy ugye a, 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 most a ugye talán hat darab van, ból kettő, egy megsemmisült, egy megsérült, tehát mondjuk ez 30 százalék, de nem a szöltvehetesek a döntő. Ez presztis szempontból nagyon súlyos veszteség, de az orosz légierőnek a törskara az, az, megvan. Tehát azok a vadászbombázók, amik, amik régiek, de meg, meg, tudják tenni a feladatot, abból sok száz van. Tehát egy-két gép elvesztése nem, fog, nem fogja a háború menetét megváltoztatni. Tehát röviden én orosz előretörést látok, nagy orosz nyári offenzíva még nem indult, kérdés, hogy indul-e. Az is kérdés, hogy mondjuk a politikai offenzíva lesz-e olyan értelemben, hogy az amerikai elnök választások előtti időszakra időzítik, mondjuk szeptemberre vagy októberre, hogy akkor legyenek nagy eredmények, ez is lehetséges. Ennek mi volna az értelme? Hát a Bidennek a Biden elnököt kellemetlen helyzetbe hozni. Az amerikaiak odaadtak sok-sok tízmilliárd -sok dollárnyi fegyvert, és de az oroszok mégis mennek előre. Egyetértés volt a republikánusok és demokraták között? Persze, legutóbb. persze egyetértés volt, de akkor is a politikáért mindig a, a, az a felelős, aki hatalmon van. Tehát a republikánusok nem ak hatónapig akadályozták, utána nem. Utána mondhatják, hogy látjátok, odaadtuk, és még sincs eredmény, mégis veszítenek az ukránok, ezt mindig meg lehet zenésíteni az hatalmon lévőnek kell megmagyarázni, hogy miért sikertelen egy politika, nem az ellenzékinek, nem a kihívónak. Hm. Tehát de lehet, hogy nem. Tehát ez egy elmélet, amit Jó, hát emlékszünk a kivonulásra Afganisztánból. Az is elindult már, azt hiszem, Trump idején, és végül is Joe Bidenen csapódott le. hát a igen, de, de, megint csak harol van szó, hogy kivezényelte le. Trump mindig azt mondhatja, hogy a stratégiai döntés jó volt. Egyébként én is úgy látom, hogy a stratégiai döntés az jó volt. Hogy ki kell vonulni Afganisztánból, a kivitelezés volt rossz. Ki a kivitelező? Még akkor is, hogyha nem Biden, nyilván nem az elnök rakja össze, hogy mikor, honnan vonulunk vissza, hogyan hagyjuk ott az afgán szövetségeseinket, meg gyakorlatilag ott hagyták az afgán szövetségeseket, akik amerikai támogatás nélkül összomlottak napok alatt, tehát hetek alatt, akkor is Bidenen csapódik le, ha tervezett. Tehát ugye ő a, ő a végső hatalom, ő, ő, mondhatja azt, hogy tábornok úr, ezt ne csináljátok, vagy ne csinálják. Ilyen értelemben ugyanez lehet mondjuk szeptemberben vagy októberben, van egy nagyobb ukrán vereség, akkor akkor Biden nem fog lecsapódni, és ezt nem feltétlenül Trump fogja elmondani, hanem mondjuk a Fox News, vagy valamelyik fontos amerikai, amerikai mondjuk egy mondjuk Tucker Carlson, és akkor azt fogják mondani a republikánusok, hogy is megbukott Biden, ahogy Afganisztánban. Látszik-e most, hogy kinek milyen elképzelése van a háború végéről? Milyen az ukránoknak, milyen az oroszoknak, milyen a békekonferencia résztvevőjének, Ki mit gondol, hogy fognak ebből kijönni? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Milyen vágyai vannak, az látszik. Tehát Ukrajna tényleg azt szeretné, amit mond, hogy az oroszok vonuljanak ki, De a, Klima a teljes területéről. Ez egy nagy kérdés. Tehát a Krím, illetve a Donbassnak a, a, 22 előtt megszállt része, ott azért, amikor nem nyilvánosság előtt beszélgetek akár is ott van egy olyan zárójeles megjegyzés, hogy Azért lehet más a megfontolás. Van, aki szerint már csak azért is, mert ott tényleg orosz lojalista lakosság él. Tehát ott nagyon nagy problémákkal néznének szembe, vagy akkor Ukrajna azzal nézné, szembe, hogy etnikailag kell megtisztítani a térséget, mert ott azért sok millió ember van, aki lojális Oroszországhoz. Ezt a Herszoni régióról, az Aporizsziéről nem mondanám, hogy ott egy töredék. Tehát pár. 10-20% az, aki valamilyen szinten lojál. És ez a okoz itt, a Krímbe a többség, és a, Dombaz, a régi Dombaszba is a többség. Tehát szerintem Ukrajna, ha, ha visszaáll a 22. február előtti állapot, akkor a népesség többsége ezt valószínűleg el tudná fogadni, és így a politika is. De val való bármilyen béke lesz, nagyon úgy tűnik, hogy Ukrajnában népszavazás elé fogja bocsátani a politika, mert senki nem fogja ezt az ódiumát vállalni, ha nem teljes a győzelem, hogy aláírjon egy békét. Vagy egy, akár egy, egy fegyverszünetet. Tehát akkor azt meg fogják kérdezni a népet, ugye bármilyen nehéz is ez, ez a Zelenszki számára, meg bármely akárki lesz az elnök Ukrajnában, ez tud a kiút lenni, hogy nehogy egy ukrán trianon talál kelljen írnia. az oroszoknál is nehéz megmondani. Ugye Putin Putyin fölvázolt egy képet, hogy a négy megyét plusz krím, Ukrajna vonuljon ki, és ismerje el. Hát szerintem ez egy maximalista tárgyalási kezdőpont abból a szempontból, hogy hol áll ma a, a frontvonal. De hogy hol áll fél év múlva a frontvonal, abból a szempontból nehéz megmondani. Én nem látom Oroszországban azt a lendületet ezzel a haderővel, hogy mondjuk a nyeperen át tudjon kelni. Ha Ukrajna azt mondja, hogy visszavonulok, és átadom Herszont, akkor az oroszok már a nyepért oldalán lesznek. Odesszától nem messze. Tehát nem hiszem, hogy ez ukrán részre egy elfogadható ajánlat. Szerintem ez alakul. Tehát a, a, most, most a háborún van a, még a, a sor, tehát a, a frontokon dőlnek el a dolgok, és ahogy eldőlnek a következő fél évben, mert ha a tárgyalás akkor is csak az amerikai elnök választások után, amikor felszállt a füst, hogy akkor Amerikában mi van, akkor indulhat talán el valami, de az se biztos, hogy elindul. Mert ugye Európában is egy olyan erkölcsileg megalapozott álláspont van, hogy nem lehet az orosz agressziót elfogadni. Na jó, de akkor mi az alternatíva? Ha nem fogadjuk el azt, hogy Oroszország valamit megtart Ukrajnából, ergo Oroszországot meg kell verni, azt hogyan csináljuk? Mert az egy dolog, hogy Ukrajnát a felszín felett tartjuk, és akár még három-négy évig elhúzott a háború, de az nem biztos, hogy az ukránoknak, sőt valószínűleg nem az ukránoknak tesz jó az elmúló idő, hanem az oroszoknak. Tehát itt olyan dilemmák vannak, hogy mind a két oldal, és Nyugat-Európa, és a Nyugat is beásta, beásta magát a, a, saját véleménybuborékába, vagy a saját, nem is véleménybuborékhez, tehát a saját igazság a, 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 mindent felülíró dolog, és nem lehet pragmatikusan azt mondani, hogy mindenki jobban jár, hogyha ennek véget vetünk, vagy legalábbis befagyasztjuk, mert akkor elkölcsileg, mondjuk egy nyugati vezető ezt kimondaná, akkor ő elkölcsileg nulla lesz. A, a, legalábbis a nyugati sajtó, meg a fővonalbeli véleményformálók szemében. Tehát Macron mondott finoman ilyeneket, már nem mond ilyeneket. Persze ennek lehetnek belpolitikai oka is. Bármely nyugati vezetők kimondja azt, hogy le kell ülni az oroszokkal, és bizony Ukrajnának fájdalmas kompromisszumokat kell majd megtennie, az per pillanat leírja magát a nagy nyugati lapok oldalairól. Nézzük meg, hogy mi volt Svájcban. Ki mondta azt ki, hogy Ukrajnának kompromisszumokat kell majd hozni, a fájdalmas, meg az oroszoknak is, ezt Szaudarábia mondta. Ezt egy nyugat is a mondta, mi száz százalékig Zelenszki tíz pontja mellett vagyunk. De Szaudarábia végén, úgy emlékszem, nem is írta alá zárójelentkezetet. Nem, nem csak ők. Tehát, tehát ez az egész történet, ez lát tehát a svájci történet megmutatja, hogy hol van valójában a világ nagy része. Sőt, mondhatnám, hogy a nagyobbik fele, az nem a nyugati gondolkodást viszi tovább. Se Szaudarábia, se India, se az Egyesült Arab Emirátusok, Kína el sem ment, Brazília is minimál szinten képviseltette magát, és még mondhatnánk Egyiptom. De ezek mind nagy Dél-Afrika, nagy véleményvezér, a maguk régiójában véleményvezér államok. Itt nem a nyugati vélemény érvényesül, hanem az, hogy egyezetek ki, de, de Ukrajnának bizonyos dolgokban engednie kell. Ezt mondta ki a kolumbiai tárgyaló delegáció vezetője is, illetve a szaudi delegáció vezetője is, hogy itt bizony fájdalmas kompromisszumokat kell hozni, ami mindenki tudja, hogy mit jelent, az azt jelenti, hogy területi engedményeket kell tenni majd Oroszország számára. Most egy nyugati vezető ezt nem mondhatja ki, mert gyakorlatilag kírja magát az adott országnak a, a politikai diskurzusából. De ezek a keleti véleményvezér országok, ezek elfogadják a területszerző háborút, mint a föld alakításának módszerét és ez ezt is jelenti, vagy inkább azt jelenti, hogy ez tőlük messze lévő, őket nem érdeklő konfliktus. Nem így, nem így merülnek fel a dilemmák, szerintem. Tehát mondjuk egy India számára, amelynek területéből vettel Kína, sőt a hivatal, indiai szemszögből Pakisztán is, és megszállva tart indiai területeket, és ez a nyugaton igazából senkit sem érdekel. Az indiak azt fogják mondani, a mi területi integritásunk, az nektek nem számít, akkor számítson nekünk Ukrajna területi integritása, de ugyanígy van ezzel Indonézia. Szintén egy nagy keleti hatalom, dél ázsiai hatalom. Ők meg azt mondják, hogy mi történt keleti morral. Nyilván Kelet-Timor az egy nagyon más eset, mint Ukrajna, de az ő szemszögükben a Nyugat beavatkozott a Kelet-Timori helyzetbe, és egy független államot kiáltottak ki, tehát Indonézia területet vesztett. És még tudok mutat, mondani egy fél tucat országot, aki azt fogja mondani, hogy kérem, mi van akkor ott, mi van? mondjuk a délafrikaiak, akik, akik Izraelre hivatkozva nem írták alá? Azt mondják, hogy ki ismerte a Golan Fensiknak a elcsatolását. Tehát itt azért a nyugati diskurzusban nagyon-nagyon komoly problémák vannak, hogyha valaki elfogadatlanul nézi, tehát Oroszország nem folytathat területszerző háborút, ezt mondják mondjuk a déliek, de Koszovó kiszakadhat Szerbiából, de a Golán fenségnek meg lehet változtatni a helyzet, a gyakorlatilag, mert Izrael annektálta, és ezt az Egyesült Államok elfogadja, vagy a, 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 nyugati parton ugye az izraeli telepek mondhatják azt, hogy itt a státuszkot folyamatosan változtatják. Mondom, az ő világukban, ahol elve a nyugat nem túl népszerű, mert a nyugat a gyarmatosító, a, a volt uralkodó, az ő világukban nem Ukrajna, a, meg nem az Ukrajna területvesztessége az, ami meghatározza, hanem az ő saját sérelmeik. És akkor bizony, ha valaki elkezdi az indiaiakkal, vagy az indonézekkel, és most az utóbbi időben volt alkalmam többször, vagy elég sokat beszélni indiaiakkal és indonézekkel is, nekik teljesen más a, 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 ahogy ők ezt látják. Mert ők azt látják, hogy amikor a mi integritásunkról van szó, az nem számít, amikor egy nyugat által támogatott ország területi integritásáról van szó, az számít. Mi fogja inkább eldönteni ennek a háborúnak a kimenetelét meg a békét? A harcmező aktuális állása, az amerikai elnök választás, vagy valami harmadik dolog? Én, én attól tartok, hogy itt a katonai helyzeten sok fog múlni. Vagy az az alapkérdés. Ez a realitás, hogy... Az oroszokat nagyon nehéz, vagy jelen, jelen eszközökkel szinte lehetetlen kiverni teljesen Ukrajnából. Ukrajna indíthat újabb ofenzívát, érhet el eredményeket, de láttuk a tavalyi ofenzívánál, hogy az oroszok, ha valamiben jók, akkor a védelembe, a jók az aknamezőkbe, nagyon jók. Ilyen ukrajna komoly veszteségekkel nem sokat jutott előre. Ugye Oroszország sem sincs olyan helyzetben, hogy teljes Ukrajnát elfoglalja. Tehát arra, én nem látom azt, itt is van ez a nyugati érvelés, hogy Ukrajna, Ukrajna elbukik. Én nem látom azt, hogy Ukrajna elbukna. Teljesen, mert Oroszország 700 ezer katonával, de egymillió millió katonával se tudja elfoglalni Ukrajnát, ellenőrizni meg főképp nem. Mert elfoglalni egy országot egy dolog, utána egy ellenséges nemzetet ellenőrizni. Ugye Irakban láttuk, hogy az amerikai haderő mire volt képes az iraki ellenállókkal szemben. Hihetetlen véres lenne ez. A, tehát Oroszország úgy járna Nyugat-Ukrajnába, mint Afganisztánba. Tehát annyira. Vé, ha, de én ab, abban sem hiszek, hogy el tud jutni Nyugat-Ukrajnáig, vagy a nyeperen át nagyon el tudnak jutni. Az orosz maximális program szerintem az lehet, hogy a Azokat a területeket, ahol van valami támogatottság a Oroszországnak, és ez tényleg az úgynevezett Novorosszia, ahol van orosz kisebbség, ahol van egy nagyon jelentős orosz kultúrájú nyelvű népesség, ahol átállítható a lakosság egy része, vagy egyébként lelkeményen eleve Oroszországnak drukkol, mert nyilván ez csökkent 22 óta. Tehát Odesszában szerintem nagyon jelentős volt az orosz párti réteg, csak amikor a bombák elkezdtek hullani Odesszára, akkor lehet, hogy csökkent ez a lelkesedés de Odesszában szerintem a népesség egy harmada legalább orosz párti volt. Tehát Oroszországnak is megvannak a maga határai, tehát én, én továbbra is azt látom, hogy valahol lesz egy orosz taktikai győzelem, és hogy azt nem fogadja el a nyugat sem, meg Ukrajna és tehát nem írunk alá egy békét, hanem azt mondjuk, hogy elindul egy békefolyamat, és a békefolyamaton el tudunk rágódni akár egy emberöltőt is. 10-20-30 évet. És er akkor erre addig utaltam. nincsen békekötés, addig egy tűzszünet van. Tehát még még cipruson 20 van éves. és most is ott vannak a békefenntartók Cipruson, attól még Dél-Ciprus, vagy, vagy maga a ciprusi köztársaság egy jól működő, viszonylag jól működő európai állam, Észak-Ciprus is el van, aki jár cipruson, át tud menni, át tud gyalogolni Nikóziában a, a, a romos házak között, ugye, mert van, a, van, egy, van egy semleges része, ahol a romok vannak, és a túloldalon látja a hatalmas török zászlót a hegy oldalában. Ez van. És most az, hogy ez jó vagy rossz, itt a probléma az, hogy nyugaton eljutottunk tényleg ebbe a hollywoodi korszakba, amikor a hollywoodi filmekből gondoljuk azt, hogy ez valóság, hogy meg lehet oldani mindent. Nem lehet megoldani mindent, van, amit csak menedzselni lehet. Szerintem ez a háború is olyan, hogy ezt menedzselni lehet. Vagy Észak-Korea, Dél-Korea háborúban vannak. 2024-ben is. De lehet arra valamilyen garanciát szerkeszteni, hogy ha meg is történik egy tűzszünet, meg egy hosszú béke folyamat, akkor Oroszország utána, egy-két-öt-tíz éven belül ne gondolja úgy, hogy erőre kapott, és még többet akar? Van egy budapesti megállapodás még régről? Értául. Nem lehet. Ez, a, ez az őszinte válasz. Tehát, uh, itt, de itt is az a kérdés, hogy akkor mi az alternatíva? Tehát igazából Oroszországnak az egyetlen egy elrettentő erő, az egy nagyon erős Ukrajna, és a nyugati garanciáknak az együttese tudna lenni. Csak ezt nem fogja Oroszország elfogadni. Mert akkor folytatja a háborút, vagy meg kell várnunk azt a pillanatot, de az nem egy év múlva lesz, amikor Oroszország annyira elfáradt, hogy belemegy egy ilyen kompromisszumba. Lehet, hogy ez három év. De ki garantálja azt, hogy három évig tud még Ukrajna harcolni? Nem a fegyverek miatt, bár ott is rosszul áll azért Nyugat-Európa, de mondjuk három év múlva talán már tudunk eleget adni, hanem az ukrán nép fogy el, az ukrán akarat fogy el. Tehát ez a háborúban nem csak a fegyver tud elfogyni, hanem az akarat is. Tehát én nem látom olyan rózsásnak a, az ukrán és a nyugati alternatívákat, hogy majd mi itt meg tudjuk mondani. Ez orosz se az. Tehát ezért mondom, hogy valahol majd azt kell mondani, hogy akkor leülünk és tárgyalunk. Most egyelőre mind a két állás, mondta az ukrán is, hogy a pontos terv, meg Vladimir Putyinnak ez a pár nappal ezelőtti négy megye, vagy még rosszabb lesz, mert gyakorlatilag ez az orosz fenyegetés, hogy most elviszünk négy megyét, vagy ha nem, akkor legközelebb jöhet Harkiv és utána Odessa, lehet, hogy hat megye lesz a vége. Ugye az oroszok folyamatosan ezt üzenik az ukránoknak, lehet ennél rosszabb is. És egész, hogyha elmúlt két évet megnézzük, akkor a 22 őszi offenzíváktól eltekintve alapvetően az orosz területnyerés inkább a nagyobb, főleg az utóbbi, utóbbi egy évben, mint az ukrán. Egy Ukrán hírportál idézi egy ukrán csapat főtiszt véleményét arról, hogy sorozni kellene az embereket, mert hogy igazából azok lelkesedése viszi a háborút, akik már most a lövészárkukban vannak. Hogy áll az orosz, az ukrán nép ehhez a háborúhoz? Miből lehet megállapítani? Hát, vannak erre közölménykutatások. Hogyha megnézzük egy évvel ezelőtt, hogy kicsit, igen, pont egy évvel ezelőtt az ukrán offenzíva kezdetei amikor hitt az ukrán nép abban, hogy itt győznek, akkor 80 százalék fölött azt mondták, hogy semmiféle tárgyalás. Oroszországgal ki kell tartani, és, és nincs tárgyalás. Ugye 80 százalék az egy elég erős. Most ugyanez 58 százalék. Tehát még mindig a többség azt mondja, hogy ki kell tartani, folytatni kell a háborút, csak már nem 80 58 százalék is többség, de azért nem ugyanaz. Azt, azt is látni kell, hogy az ukrán népnek nagyon jelentős része ezt egzisztenciális háborúként éli már meg. Tehát ők nem hiszik azt el, hogy lehet egy, lehet egy tartós tűzszeret az oroszokkal, amit az ön előbb mondott, hogy akkor majd 5 vagy 10 év múlva újra jön a hullám. Az oroszok megerősödtek, és majd, majd újra jönnek. Erre mit lehet mondani? Tehát kívülről én nem tudok nekik sem ott, kívül azt, hogy nem biztos, hogy lesz választásatok mondjuk egy év múlva, mert a választás az összeomlás. A másik, vagy még rosszabb. Tehát, bármit úgy értem, hogy még rosszabb területi, területi státuszkó. De ettől függetlenül még mindig, tehát van egy nagyon erős hit, hogy az oroszok el akarják, főleg nyugat-ukrajnában el akarják törölni az ukrán identitást. Most, hogyha valakinek a létére tör a másik, vagy legalábbis ezt elhiszi, és hogyha összerakjuk az oroszokkal szemben nagyon ellenséges ukrán réteget, ez a 60 százalék. Ez, nagyon hasonló az 58 százalékhoz egyébként, aki, aki folytatni akarja háborút. Tehát megvan az a többség, hogy folytassák még a háborút de ez változhat, és csökken ez a többség. De a, például a kényszer sorozásról érkező videófelvételek, amikor az utcáról szedik össze az embereket, vagy az, hogy a katonaszökevények száma hogyan emelkedik ukrán oldalon, ez valós kép a háborúhoz való hozzáállásról, vagy orosz propaganda? Én nem tudom egy székből eldönteni. Hát ez valós kép abban az értelemben, hogy ez, 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 most voltam nyolc napot Kárpátalján, én is beszéltem olyan családtagokkal, akiknek rejtőzködik a rokonat. Tehát ez egy abszolút valós dolog, hogy az, akinek nincs valamiért felmentése, akár állása miatt, akár gyerekszám miatt, akár egyedül neveli a gyerekeit, tehát vannak azért, vagy 25 év alatti, az rejtőzködik, az nincs az utcákon. Ettől függetlenül egyébként sok 30-40-50-es férfit láttam a kávéházakban, de azoknak valószínűleg van valamilyen felmentésen. Feltűnően sok nagy terepjáró volt Kárpátalján, azok nem a kárpátaljaiak terepjárói, mert a rendszámokon látszott, hogy Harkiv meg Kiev oblastból jöttek, és ott a férfi, férfiak is ott voltak, tehát valószínűleg ott van egy felmentés, amit valószínűleg megvett az adott illető, tehát van valami orvosi lelet, amivel ki tud bújni a sorozás. És egyébként most vannak is olyan törvényjavaslatok, amik szerint mondjuk egy cég fizethetne azért, hogy az alkalmazottját ne vigyék el. De ez mi? Ez intézményesített lefizetés gyakorlatilag, mert hogyha nekem van pénzem, oda tudok menni egy céghez, hogy én kifizetem ezt az összeget, és még kapsz 20 ot csak vegyél föl, és legyek nélkül összetetlen mérnök a te alkalmazottaid között, én vagyok az, aki föltalálja majd az új fegyvert, engem nem lehet bevinni. Tehát ezek, teljesen meglévő. a történetek százai, amit az ember hall, én is hallottam, hogy valaki hogy kerülte ki a, a, a frontvonalat, ez megvan, ez nem orosz propaganda, mert erről beszél az Ukrán utca, vagy a Kárpátaljai utca. És nem csak magyarok, ukránok is. Tehát ez nem, ez nem propaganda. Az más kérdés, hogy van-e még elég ukrán, olyan, aki bevihető, aki nem tud kibújni, aki nem teljesen motiválatlan, hogy feltöltsék a veszteséget, mert ezek folyamatosak és nagyok az ukrán veszteségek is, és úgy tűnik, hogy van. Tehát a válasz az, hogy euh, még nem, nem fogyott el teljesen Ukrajna, nyilván itt bejátszik az is, hogy csökkentették a, az életkorhatárt, most már 25 éveseket is be lehet venni, és lehet, hogy majd le fogják venni 18 ki tudja. Izrael, a hadsereg ö, nemrég bejelentette, hogy jóvá hagytak egy esetleges libanoni offenzíva tervet. Az Egyesült Államok közölte nem akar még szélesebb regionális háborút. Ha, ha Izrael Libanonban hajt végre offenzívát. Abból mi sül ki? Hát ha 2006-os offenzívát nézzük meg, ugye akkor ö, volt ö, ö, utoljára nagyháború a hezbollah akkor sok jó nem. És ha van egy felkészült, jól szervezett, nagyon beásott haderő a térségben, akkor az a Hezbollah. Hiába nem állam, ugye nem a libanoni állam a Hezbollah, de gyakorlatilag mégis erősebb a, a libanoni hadseregnél. A hivatalos libanoni hadseregnél ez a milícia erősebb. Ugye az irániak fegyverezték fel, valószínűleg százezres nagyságrendben vannak a Hamaszénál jóval hatékonyabb rakétái. Most el tudjuk képzelni, mi van akkor, hogyha az a sortűz, amit a Hamasz kilőtt, az nem napokig, hanem hetekig tart. Mi van akkor, hogyha tényleg, mondjuk nagyon komolyan megsérül a Ben Gurion repülőtér? Akkor az izraeli gazdaság így is nagyok a nehézségek Izraelben, akkor mi van? Tehát igen, veszély az nőtt, hogy Izrael beavatkozik. Ennek oka van, több oka is van. Egyrészt Netanyahu miniszterelnök elég nehéz helyzetben van. De a másik ok az az, hogy több tízezer ember nem tud élet, normális életet élni Észak-Izraelben. Tehát itt tényleg belső menekültként élnek rengetegen, akik a libanoni határ közelébe laknának. Tehát van egy nagyon jelentős válság. Itt folyamatos volt ö, október 7-e óta a két oldal közti harc. most az izraeli oldalon pár tucatnyi katona halt, meg százas nagyságrendű halott lehet a libanoni oldalon. Tehát már ez is látható, de nem az a brutális háború, ami mondjuk 1982-ben volt, hogy akkor be is vonultak Beirutig az izraeliek, vagy, vagy 2006-ban. Tehát sok tényezős ez az egyenlet is, az USA nem akarja, tehát ahogy ön mondta, ez pont, meg lehet látni is a, a, az amerikaiak diplomáciai mozgását, hogy ők ezt nem akarják, ez még tragikus lenne Biden számára a választásokat, még, még egy újabb, egy újabb ö, olyan ö, háború, ahol lehet mutogatni azt, hogy valószínűleg ugye ezból a Hezbollah Közel van a kórházhoz a Hezbollah kilövő, és eltalálják esetleg a kórházat. Vagy, vagy akár a kórház udvarát használták. Tehát simán benne van a pakliba a Hezbollah részéről, izraeliek visszalőnek. Na most ez az amerikai képernyőkön, amikor a Michiganbe így is rosszul áll Biden, akkor a michigani arabok nem fognak rászavazni. Ez gyakorlatilag bizonyos államokban az arabok, vagy a muszlimoknak a száma már akkor, ahogy meglátszanak az amerikai választásokon. Tehát Nehéz, de az Amerikai Egyesült Államok megint csak arról van szó, hogy a legnagyobb hatalom a világon, de már nem úgy, és persze sose volt mindenható, tehát ez nem létezik, de nem úgy a világura, mint húsz éve. Tehát nem tudja Izraelnek se azt mondani, hogy nem. Mert akkor meg a másik, akkor ugye, hogyha az Izraelnek leállítják a fegyverszállításokat, késleltetik, stb., akkor meg a, esetleg a zsidószavazókkal lesz gondja. Bidennek. Tehát itt ez egy nagyon kélezett helyzet az amerikai elnök választások miatt. Ebből szinte csak Trump jöhet ki, hogyha itt, itt indul egy eszkaláció. De most gondoljuk, gondoljuk el, hogy netanyahu mi az érdeke, hogy maradjon Biden, vagy esetleg jöjjön Trump? Ki volt az, aki segített netanyahu mondjuk a Golán kapcsán? Trump. Ki az, aki egy olyan béketervezetet hozott össze, ami azért Izraelt favorizálta? Trump. Miért ne indítaná ezt el? Ráadásul belpolitikai is jó tud lenni neki, meg tényleg van egy nagyon komoly probléma, hogy a Hezbollah miatt sok tízezer izraeli nem tudott élni, nem tud az otthonaiban élni. Márk Rutte volt holland miniszterelnök, lesz a NATO főtitkára, nagy valószínűség szerint most már erről ír mindenki, mert hogy a romániai Klaus Ivánis visszalépett. A főtitkár személye, az a szervezet politikáján bármit módosít, vagy az egy arc a szervezet élén? Tud fontos lenni a főtitkár, tehát agendát valamilyen szinten meg tudja határozni, de azért a nato a tagországok az urak, és a tagországok közt is van egy valaki, aki egyelőbb az egyelőknél, az az Egyesült Államok. Tehát ugye iratlan szabály az, hogy nem amerikai a főtitkár, ezt látjuk most is, európai jelöltek voltak. Én azt gondolom, hogy nem a főtitkáron múlik. A NATO politikája elsősorban. Ettől függetlenül arcként, stílusban uh, tud módosítani a NATO megítélését, tehát nem jelentéktelen ez a pozíció, meg eleve ő maga is, ha ellentétes uh, álláspontok vannak egyes NATO országok között, ő maga is tud lenni az a csatorna, amin keresztül meg lehet egyezni. Ugye ezt láttuk uh, a magyar uh, NATO tárgyalások során is, hogy idejött a főtitkár, nyilván előtte már beszélt az többi szövetségesekkel, elsősorban az Egyesült Államokkal, hogy mi az, ami elfogadható az usa és ő gyakorlatilag két fél közt közvetített valószínűleg, és így jött létre a magyar NATO megállapodás, hogy kimaradunk az ukrajnai misszióból, és ezt ugye aláhúzta Rutte is, hogy Magyarország által kitárgyalt megállapodás, tehát a Stoltenberggel kitárgyalt megállapodás az marad, ebből a szempontból akkor Magyarország tudja támogatni rutét mindenki, tehát még volt Törökország, meg nyilván Románia, román jelöltet támogatta volna, de hát azért erős kételjeim vannak, hogy Johannis alkalmas lett volna erre a pozícióra, meg hogy egyáltalán nekünk jó lett volna -e. De nyilván Rutte is egy, egy hagyományos nyugati politikus, abban a világban él, abban a gondolkodási szedben él, de ettől függetlenül nem ő fogja, mondom, meghatározni. A NATO agendáját alapvetően a nagy szereplők határozzák meg, és a nato az a szép, hogy tényleg tudja egy kis szereplő is sokáig azt mondani, hogy nem. Ilyen értelemben jött, létrejött egy kompromisszum, ami, ami a mi szempontunkból fontos, vagy a magyar kormányzat ezt fontosnak gondolja, és valószínűleg tényleg ő lesz a, a NATO főti ezek után. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Demko Attila, Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg, nem kell utána kutatni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója Hold. Az év alapkezelője 2024-ben.